Az én válaszom erre a kérdésre az, hogy igen erős volt az a nyomás, az a társadalmi nyomás, ami a közhangulatból következett, hogy a teljesen centralizált, piramisként fölépülő rendszert, amit egy politikai bizottság irányított, és amely a szovjet modell volt, annak a magyarországi változata, ezt váltsa fel egy teljesen decentralizált, autonómiára építő, a civileket a hatalomba beengedő, az állampolgárokhoz közeleső szervezeteket létrehozó rendszer. De volt még egy ok. Ezt én úgy mondanám, hogy ez a mi felelősségünk, nevezetesen a közéleti szereplőké, hogy mi nem tudtuk, hogy mit nem tudunk. Tehát nem voltunk szakmailag felkészülve arra, hogy egy ilyen rendszerváltást szakmailag perfekt módon, ha létezik ilyen, véghez vigyünk, és nem tudtunk arról, hogy hogyan működnek igazán a nagyvárosok. Ami abból indultunk volna ki, hogy meg akarjuk tanulni, hogy mi van Bécsben, mi van Párizsban, mi van Berlinben, és valamelyiket azt mondjuk, hogy nyilván azok már sok száz éve csinálják, tehát legalább 200 éve, azoknak a mintáját átvesszük és megvalósítjuk, én azt hiszem, hogy jobban jártunk volna. Én összehívtam egyébként konferenciát Budapestre, amikor meghívtuk Bécs polgármesterét, meg számos európai nagyvárosokat, holland városokat, és ők el voltak képedve, hogy tehetünk ilyen butaságot, hogy egy egységes várost itt szétszett. És azt mondták, hogy ennek semmiféle jövője nincs, azonnal meg kell ezt oldani. Egyébként Prágában ugyanezt tették, Pozsonyban ugyanezt tették, Ljubljanában ugyanezt tették, de utána később őket ugye hát meg lehetett győzni arról, a szakma meggyőzte arról, meg a tapasztalataik, hogy egységesíteni kell a várost, és hoztak egy új törvényt, és ott egységes városok vannak. Valamilyen módon Budapest tartott ki emellett a modell mellett, amiben egyébként még egy dolog szerepet játszott. Antal József nem ezt akarta. Hunya Imre nem ezt akarta. És amikor mi ezt a törvényt végül is meghoztuk, és ennyire decentralizáltuk Budapesten, akkor azt mondta nekem Hunya Imre, hogy hát most megcsináltátok. Most egyétek meg, amit főztek. Mert ők tudták, Tegvári Péterrel együtt, aki akkor a főváros főjegyző volt, hogy ez a dolog így jól működni bizonyán fog. És csoda egyáltalán valóban, hogy működött, amivel szerepet játszott, hogy az, hogy ugyanakkor volt egy gazdasági boom, tehát egy fellendülés már lassan-lassan, de kezdett az embereknek Budapesten munkája lenni, beindultak vállalkozások, tehát lassan ebből a rettenetesen mély gödörből kezdett kijönni Budapest, és emiatt az emberek elfogadták ezt a rendszert is. Én egyébként 4 évig vitatkoztam ezen a kerületekkel. Reménytelen volt a helyzet. El tudjátok képzelni, hogy milyen az, amikor szembeöveltek 23 kerületi polgármester, és el akarjátok venni az ő széküket, és hatalmukat, és vagyonukat, és befolyásukat? És el akarjátok venni őket, meg akarjátok törni a politikai karrierjüket? Hát bizony, ezek élet-halált harcot vívtak azért, hogy a rendszer úgy maradjon, ahogy van, tehát ők nekik esélyük legyen, lehetőségük legyen az újraválasztásra. Én egyébként 94 után ezen a kérdésről nem vitatkoztam, és bevezettük azt a rendszert, hogy a kerület, ha pályázik, kap pénzt városfelújításra, ha nem pályázik, nem kap pénzt. Volt szociális alap, kulturális alap, oktatási alap, ezekre lehetett pályázni, a főváros meghatározta, hogy mennyi pénz van erre, aki eleget tett a feltételeknek, kapott pénzt, aki nem tett eleget, nem kapott pénzt. A vitát befejeztük, mert teljesen esélytelen, reménytelen volt meggyőzni valakiket arról, hogy olyasmit csináljanak, ami teljes egészében az ő érdekeikkel nem. Igen. Most Olán Marianna, aki Szentpéteri Nagyrihád, nak adnék szót.
Köszönöm szépen, kérdezném, hogy egyáltalán lehet-e hallani, amit mondok. Igen, igen. És gondolom, ahogy én észreveszem, másra nem tartozik, de nem kevesebb, mint 8 alkalommal ment eddig a kezdetektől kezdve el a hang és a kép, úgyhogy egyszer csak megszokott, és mindig újra kellett indítani, de úgy látszik, ez csak a mi esetünket érinti. Előre elnézést kérek, hogyha ilyesmi a következőben is elő fog fordulni. Hadd köszönjem meg én a magam nevében is ezt a kiváló előadást, és így megtudtuk, hogy mi volt az oka annak, hogy ennyire széttagolt a főváros, és azt is megtudhattuk, hogy a 90-es évek közepén, amikor 94 és 98 között ugye a kétharmados többség miatt lehetőség lehet volna a változtatásra, akkor milyen politikai okok miatt nem volt változtatás. De ha szabad megkérdezném, akár másokat is, de mindenkinek előtt főpolgármester urat, hogy vajon mit gondol? 2010 után miért nem változtatott ez a hatalom ezen a struktúrán, holott ugye más területeken azt tapasztaljuk, nem, de hogy centralizáció folyik, úgyhogy éppensége az látszik a hatalom érdekében állónak lenni, hogy minél inkább központról irányítson bármit is, ha lehet különböző barrendszereket felsorolhatnánk itt. És még az is figyelemben méltó, nem, de hogy létrejött a közigazgatási és igazságügyi minisztérium, amelynek kifejezetten ilyesfajta céljai, tervei, missziói voltak, a járás rendszer visszaállítását például el tudta én, de például az ország regionalizációját, a megyerendszer megszüntetés, vagy legalábbis átgondolását, vagy reformját ugyanakkor meg sem kezdte, és a budapesti kerületek reformjához sem jut hozzá, csak ugye találgathatunk, hogy mi lehet ennek az oka. Kérdezem, hogy főpolgármester úr, ennek az okát történetesen? Hát igen, ez szerintem a legérdekesebb kérdés, ami felvethető a mai rendszerrel szemben, nevezetesen, hogy az országos tendencia, ami valóban abban nyilvánul meg, hogy a megyéket erősítik a településekkel szemben, és amúgy is egy teljes decentralizáció történik az országban, mindez miért nem történik meg Budapesten? Azért, mert Budapest félelmetesen lenne. 1998 és 2002 között emlékeztek, hogy már volt egy Orbán rezsim, és ez az Orbán rezsim 2002-ben megbukott. Miért? Budapest miatt bukott meg. Budapesten a 32 egyéni mandátumból 28-at az ellenzék szerzett meg, és ezzel az országos tendenciát, eredményeket megváltoztatva átlendítette minimálisan ugyan, de az ellenzék nyert 2002-ben. Amire az ellenzék volt a legkevésbé felkészülve. Egyébként, hogy aztán kiderült az, a számtalan egymást váltó szerencsétlen miniszterelnökökkel és kormányokkal, és az egész 2002 és 2010 közötti időszakban. Tehát azt tudnám mondani, hogy az Orbán rezsimnek érdeke egy gyenge, széttagolt, szerencsétlen, pénzügyi forrásaitól megfosztott Budapest, mert Budapest félelmetes ellenerő, ezzel visszatérnék az előző gondolathoz, a Budapest egységes lenne, egységesen választana a főpolgármestert, hozná létre a kerületi rendszereket, úgyhogy a főváros választja a kerületi polgármestereket, akkor még félelmetesebb lenne, de ennél van még egy még rosszabb forgatókönyv, hogyha szövetséget hoz létre Budapest, egy valódi erős szövetséget az agglomerációval, akkor pedig simán tud nyerni az országot. Tehát ez a 3,5 millió ember, amely megtermeli az ország GDP-jének közel 60%-át, beszedje az adóinak több mint 50%-át, Budapest a legműveltebb európai magyar város, tehát messze a legmagasabb itt a diplomások száma és a legképzettebb város. Ez a város, ennek olyan kisugárzása van, azért, mert minden családnak annak tagjai, akik itt vagy az agglomerációban dolgoztak, tanultak, amellyel befolyásolni tudja az országot, tehát át tudja, hogy egy kritikus helyzet jön létre, akkor át tudja lendíteni az ingát a másik oldalra. Én ezt egyszer már megtettük, ebben jelentős szerepe volt akkor a fővárosi önkormányzatnak, és mondhattam a liberálisoknak, mert Budapestnek a szellemisége más. Más a városnak a kultúrája. Én számtalanszor tapasztaltam azt, hogy ugyanazt, amiről Budapesten egy kocsmában beszélgetni lehet, például a privatizáció szükségességéről, cselengedhetetlenségéről, ugyanezt a beszédet nem értették, amikor ezt valahol nem Budapesten próbáltam előadni a két évtized során.
Tehát ez egy két kultúrájú, két ország, amelynek van egy nagyon kicsi polgárosodott része, és ennek a kicsi polgárosodott résznek egy nagyon-nagyon jelentős része Budapesten. És ennek nem akar hatalmat adni az Orbán rezsim, mert ezzel egy kihívót teremt, hogy van egy kihívó, amelyet megerősít, pozíciójában megerősít, mert ugye itt van kétféle hatalom. Az egyik hatalom az, hogy az anyagi eszközökből származik az adó és egyéb bevételek. De van egy másik hatalom, nevezetesen az, hogy ebben a világban, amelyben a tömegkultúrát a média formálja, ebben a világban a főpolgármester mindig reflektorfényben van. Akármit tesz, vagy akármit nem tesz. Például, hogyha Karácsony Gergő lezárná a Láncidat, akkor minden nap beszélhetne arról, hogy az ő a zöld programját ő hogyan valósítja. És ezért többek között, meg azért, mert csak 5%-át bonyolítja a híd a összvárosi forgalomnak, és azért, mert én ezt 30-szor megcsináltam, és mind a 30-szor sikeresen csináltam meg, és mind a 30-szor sikeresen vitatkoztam az összes lobbival, amit az autósok felállítanak ezzel szemben. Én azt mondhatom, hogy Gergő, hajrá, zárd le a hidat, mert ha nem zárod le, nem lesz több ilyen alkalom, amikor fordulatot tudnál hozni Budapesten, amikor is azt mondják az emberek, hogy végre itt a tettek embere, aki nem csak beszél, hanem cselekszik. Átadja a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak a hidat, amit egyébként amúgy sem lehet már tovább ilyen módon üzemeltetni. Tehát királyi megoldás kínálkozik most, hogy egy nagyszerű, nyilvános vita után azt mondja, én egyedül eldöntöttem, lezárjuk a hidat. Erre lehetősége van, és nagyon kár, hogy eddig kihagyta. Nagyon szívesen hallanám egyébként az ő érveit. Igen, csak... Itt továbbra is szomorkodik, hogy nem tud belépni, aminek... Hát igen, ez egy probléma. Igen. Remélem, hogy nem függ össze a kettő. Igen, tehát, hogy mondjam, elképzelhető, hogy mondjam, vezető elvtársak intézkednek abban az ügyben, hogy valamilyen mértékben rossz legyen a kapcsolatunk, és akkor itt a Richard és a Karácsony Gergő a célpontok. Na mindegy. Egyéb kérdés? Tietek a szó. Igen. Azt a javaslatot kaptam, hogy hívjam föl telefonon a Gergőt. A mikrofonot vigyázz! Tessék? Winter Mantel, Balázs jelentkezett, de ki van kapcsolva a mikrofonja? Igen. Balázs, kapcsold be a telefonodat, vagy a, hogy hívják odat? Most már be van kapcsolva, oké. Köszönöm szépen, nem szólni akartam, csak Péternek jelezni, hogy küldtem neki egy SMS-t. Igen. Most írom a Gergőnek, hogy hívjál fel telefonon, és akkor hallani fogják. Közben én kérdezhetek valamit, ha szabad? Persze, parancsolj. Mit szíves? Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a választ, de érdekességképpen elmondom, hogy úgy látom, hogy másokat ez nem érint, de a válasz során nem kevesebb, mint 3 alkalommal megszakadt valamiképpen a kapcsolat, és újra kellett indítani. Kérdezem szeretettel, és bocsánat, hogy ilyesmit mondok, ez más nem érint? Mintha azt látnánk itt, hogy ez egy általános probléma, de úgy látszik, más az nem érint. Folyamatos, jó, mindenkit önő. Igen. Talán a Gáspár Csaba László volt az, aki többször kilépett és visszalépett. Hadd mondjak valamit az idő kitöltésére, addig valami fontosat. Hogyne? Ami számomra legalábbis fontos. Az első, hogy én nem csinálnék folyamatosan reklámot egy diktátornak azzal, hogy nevén nevezem.
Tehát valamilyen más néven kellene szólítani. Én például csak azt mondom, hogy az az ember. Ez nekem elég. Az első, a második. Hogy a rendszer kritikából, ugye most Marxot idézem, a kritika fegyvereiről át kellene térni talán a fegyverek kritikájára. Ez Marx Napóleon Brumer 18-ája, így kezdődik. Na most ő eléggé jól gondolkodott és pontosan, és ennek azért itt lenne az ideje. Tehát valahogy a tettek mezeire kellene lépni, és azért nagyszerű dolog, amit Iványi Gábor csinál, mert ő 20 éve ezt csinálja, és megteremtette Budapesten a szabadságnak a szigeteit azokkal az intézményekkel, a Dangó utcában és másutt, ahová fordulni lehet, ahová menni lehet, ahová nem csak a hajléktalanok tudnak menni, hanem ahol egy nagyszerű oktatási műhely hozott létre, óvodát, iskolát, kollégiumot, főiskolát, ezerféle kurzussal, amit nagyon nagy számban hallgatnak, látogatnak hallgatók. Tehát azt akarom mondani, hogy eljött újra az az idő, amit Adam Michnik úgy jellemzett, hogy függetlenül a rendszertől nekünk, mi nekünk, az embereknek, a társadalomnak meg kell teremteni azokat a politikai hatalomtól, kormányzattól független intézményeket, amelyek képesek azt a tömegmozgalmat létrehozni, vagy nem képesek, ez majd elválik, de ezek nélkül nem lehet tenni semmit. Magyarán, én nagyon örülnék annak, hogyha a civil rádió legálisan, nem legálisan szólna mindenhol és mindenkihez, akár az állami televízió csatornákon is. Nagyon örülnék annak, hogyha újra megjelennének a repülő szabad egyetemek, hogy ne csak az Iványi Gáborhoz el sem bemenni szabad szót hallani, hanem máshová is, akár magállakásokba vagy máshová. Nagyon örülnék annak, és ebben a tekintetben csak mondani akarom, hogy ezt tervezem is, hogy indítok egy szemészdat butikot, ahol nem az lesz a fő célja, hogy eladjuk a kiadványoknak, a korábbi kiadványoknak a faksimileit, bár azt is fogjuk csinálni, hanem találkozó helyet tervezek, ahol összegyűlhetnek azok, akik gondolkodni akarnak és beszélni arról, hogy miképpen és hogyan lehet ezt a bizonyos valódi civil társadalmat, amely nem ugye külső vagy belső állandó adakozókontól függ, hanem amit mi csinálunk, hogy hogyan lehet ezt létrehozni és működtetni. Tehát engem sokkal jobban érdekel a rendszer kritikánál, a szavaknál, sokkal jobban érdekelnek a tettek, azok a szervezetek, amelyek megpróbálják a változást saját maguk kezdeményezni. Ezért van persze óriási jelentősége a filmakadémia elfoglalásának, és nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem indult be láncreakcióként, nem terjedt szét utótűzként ez, tehát nem vették át, csak a legérzékenyebb hallgatók, hogy hát akik a művészetet tanulják, csak ők voltak képesek arra, hogy ezt az egyetem foglalást véghez vigyék, amivel kapcsolatban egy gondolat. Viszonylag könnyű elfoglalni egy egyetemet, mert nem találnak fizikai ellenállásra. Viszonylag könnyű, nem olyan egyszerű már, bent maradni, a társadalom egy része támogatja őket, és ez meg. Ami, bocsánat, ennél sokkal nehezebb kijönni onnan. Tehát az a kérdés, hogy milyen gesztussal, miképpen lehet majd ezt az ottani egyetemfoglalást befejezni. Hogyan lehet, hogy nem vert seregként kijönni az egyetemről, hanem másképpen. Erről érdemes lenne szerintem beszélgetni velük, és én ezt sokszor felajánlottam már a hallgatóknak, hogy szívesen beszélgetnek azokkal, akik ott befolyásolni tudják a többséget, és nyilván tanácskoznak erről, bázisdemokrácia van, de hát csak-csak vannak hangadók, hogy hogyan, nekem vannak erről elképzeléseim, nem tudom a tutit, mert nincs tuti, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nincs, valószínűleg nincs optimális és igazán jó megoldás. Az lenne, hogyha beindulna az országot, amit nem tudtak beindítani, mert nem olyan a hangulat ma. Tehát
Erről szívesen beszélnék. És itt hadd idézzek egy kicsit furcsa mondatot. Merle írta meg az üvegfal mögöttben Tom Benditről a következő. Elfoglalták ugye 68-ban, ami mindent megváltoztatott, és létrehozta azt a kultúrát, amiben mi már felnőttünk és élünk, mivel minden más, mint a 68 előtti világ. Akkor a Sorbonon azt mondta Tom Bendit, hogy én nem dugom be a farkamat olyan helyre, ahonnan nem tudom kihúzni. Na most ez a nehézsége tulajdonképpen a mostani egyetemfoglalásnak. Elfoglalták az egyetemet, de hogy jönnek ki belőle? Tehát ezen gondolkodni kell, és azért, mert az nem lehetséges, az nem szabad megengedni nekik, meg nekünk, meg akik ezeken gondolkodnak, hogy teljes győzelemként élje meg a hatalom azt, hogy ők végül is visszaszolgáltatják az államnak ezt az oktatási intézményt, és ott megbuknak. Tehát valamiképpen azt gondolom, hogy vagy bent kell maradni végleg, ami nagyon nehéz, vagy pedig valami nagyon nagy, nagyon erős gesztussal kéne lehet kijönni onnan. Na most van még egy gondolatom, nem egészen az enyém, hanem Kozák Gyulái, aki annak idején megcsinálta, hogy érdemes lenne egy képaukciót szervezni, akár ott az egyetemen, akár az Iványi Gábornál, ahol ennek lehetne teret adni, ahová el lehet hozni a fővárosi képzőművészektől az alkotásaikat, festményeiket, grafikáikat, egyebeket, vagy akár filmeknek a dokumentum, bármit. Tehát mindent, ami művészet, akár zeneműveket, mindent, kottákat, és akkor ezt el lehet adni ott aukción, és az aukció bevételét például lehet fordítani a Filmakadémia egyetem foglalóinak a támogatására, vagy ösztöndíjat teremteni belőle, vagy más módon csinálni. Ez semmi máson nem